Ha valami izgalmas helyre megyünk. Ma Edith nem ér rá dolgakat, úgyhogy egyedül indulok útnak, és ezt kihasználva egy kicsit adrenalin dúsabb helyre megyünk, a túri hasadékba. Tavaly szeptemberben újítottak fel ott egy új útvonalat, úgyhogy nem tudom, nem voltam még ott, nem tudom, hogy milyen. Betettem a Via Ferrát, szedett a sisakot is, kb. Egy fél óra az út odáig, és meglátjuk, milyen lesz. Gyönyörű az idő, és egyelőre egyértelmű, hogy erre kell jönni. Van parkoló. Mert amit látjuk a hátam mögött, írja, hogy kötelezi a Via Ferrát a felszerelés. Az előbb találkoztam a barátaimmal, akik tudtam, hogy itt vannak, ők a másik irányból jöttek. Egyelőre nem tűnik részesnek. Itt vannak az első kábelek, fel fogom venni a kesztyűt legalább, hogy nehogy véletlenül elvágjam a kezem. Aha, szóval itt a hátam mögött kezdődik a dolog. Nem akarok vizes lenni, úgyhogy inkább felteszem a Via Ferrát a szettet, és a sisakot. Nem volt a legegyszerűbb. Volt egy rész, ahol egy kézből kellett tartsam magam, mert kicsit áthajlásos. És azt se bánom, hogy a sisakot felvettem, mert az egyik helyen a sziklába bevertem. Majd testmozgás meg lesz, az biztos.
ez volt a leglátványosabb része, ami mögöttem van. Ezzel a szép vízeséssel. Nem olyan nagyon mély, de azért leesni nem lenne jó. Arra gondoltam, hogy ha már használjuk ezt a cuccot, akkor miért ne magyaráznám el egy kicsit, hogy mire kell odafigyelni, hogy kell használni. Mint látjuk, a beülőhöz kapcsolódik a viaferrátaszer. Ez fontos ez a rész, mert hogyha esünk, akkor ez fogja tompítani az esést. Tehát ne próbáljuk ezt lespórolni, úgyhogy egy sima kötéllel vagy valamivel helyettesítjük, mert a derekunk vagy a gerincünk ott fog maradni. A másik fontos dolog, hogy ebből a két karabinerből az egyik mindig rajta kell legyen a kábelen. Tehát előbb leveszem, átteszem a következő szakaszhoz, és aztán veszem a következőt, és ugyanígy. Mint látjuk, ez ilyen lehúzom, kinyitom, és magától bezáródik. Ami fontos, hogy felülről tegyem rá a kábelre, nem alulról, mert a másfajta karabinerekkel előfordulhat, hogy valahogy kibomlik azáltal, hogy így kifordítja. Úgyhogy a lényeg, hogy fentről tegyük. Mindjárt másfél órája jövök, jól esik csak a patak csobogását hallgatni, és nem tudom mennyi van még hátra, de nem sietek, élvezem a természetet. Egy óra 50 perce jövünk, lassan kiérünk a hasadékból, és valahol ott fent, azokon a sziklákon kezdtem el sziklamászást tanulni.
látjátok, lekerült a sisak, meg a felszerelés, és úgy döntöttem, hogy felmászok ott, és fennmegyek vissza, hogy lássuk más szögből is ezt a gyönyörű helyet. Na, ezekről a sziklákról beszéltem. Itt vannak az első sportútvonalak, amiket kimásztam, vagy 10 évvel ezelőtt. És ott a távolban láthatjuk a csodálatos erdélyi autópályának ezt a kicsike részét, ami létezik. Na, hogy kiérünk ide a tetejére, vigyázni kell, mert itt a letérő balra majdnem elmentem mellette. Hát 3 óra 15 perc alatt értem vissza az autóhoz, nagyon nyugis tempóban. Itt rögtön a hátam mögött, jobbra érkeztem be. Azt mondom, hogy fordított irányba jobb lenne ezt bejárni, mert így nekem rögtön a legelején jött a legnehezebb rész a Via Ferrátán. De egyébként gyönyörű volt, alig volt ember, gyönyörű idő. Nagyon szép a táj, úgyhogy ide még fogok jönni.